Több mint 2,5-szeres járatsűrűség, kényelmes, csendes, környezetbarát buszok, profi sofőrök és nem utolsó sorban elégedett utasok. Így lehetne leginkább összefoglalni az átalakult városi tömegközlekedés első éles hónapját Pakson. Mint ismert, február 1-én új időszámítás kezdődött a városi tömegközlekedésben. A januári próbák, promóciós járatok és tesztüzemek után február 1-én élesítette az új rendszert a Paksi Közlekedési Kft. A cég vezetője szerint sikeres volt az első 4 hét. Mozgalmas volt, minden rendben zajlott, hála Istennek a üzemeltetésre nem lépett föl semmiféle előre nem várt probléma. Úgy látjuk, hogy a lakosok is elégedettek, mindig van azért egy-egy észrevétel, ezeket igyekszünk megválaszolni, és ha lehet, akkor abba az irányba megyünk el, ami mindenkinek megfelelő. Az elektromos buszok beszerzése csupán a kezdet, a jövőbeni tervek a folytatásra készen állnak már. A buszok szervizelésére is alkalmas garázs aláírt kivitelezési szerződéssel rendelkezik. Első lépésben megépül a buszgarázsnak a mélyépítés része, alapozás, és azt gondoljuk, hogy a harmadik negyed év végén készen lesz a szerkezetkész állapot. A buszgarázs két részből fog állni, lesz egy irodaépület része, és lesz egy kétbeállós karbantartó rész, ami arra lesz alkalmas, hogy ad hoc jellegű problémákat tudjunk kezelni. Ugye ezek Solaris gyártmányú autóbuszok, és a Solaris vállalta ezeknek az autóbuszoknak a szervizelését, ez a szerződésünkben benne is van, de azok a problémák, amik bármikor felmerülhetnek, ezeket meg tudjuk oldani ebben a garázsban. A Paks On című műsorban Süli János miniszter és Szabó Péter polgármester is értékeli az átalakult, élesített városi tömegközlekedést. Az új műsorban a további terveket is bemutatjuk, a teljes adás visszanézhető a telepaks.hu internetes oldalon.